igazából kézenfekvő volt, hogy a közszolgálati egyetemet választom, mivel édesanyám 30 éve dolgozik a közigazgatásban, mint HR-es, édesapám pedig jogász volt, és ezért két opció játszott, vagy a közszolgálati egyetem, vagy a jogi egyetem. Ez egy kicsit más szemszögből közelíti meg az államigazgatást, meg az államtudományokat. Azt is gondolom, hogy az a diploma, amit itt adnak, az sokkal biztosabb jövőt nyújt azoknak, akik az államigazgatásba szeretnének elhelyezkedni. Elsősorban olyan diákoknak ajánlanám, akiket érdekel a társadalomtudomány, a történelem, politika. Rendkívül családias környezetbe kerül be az ember, és itt most nem csak a hallgatói életről beszélek, hanem az oktatók is nagyon nyitottak a hallgatók felé. Egy diákkörként indult, és egy lelkes baráti társaság hozta ezt az egész szervezetet létre, ezért jóval autonómabb a többi szakkollégiumhoz képest, plusz szakmai tudást tudunk nyújtani kurzusok keretében, valamint kutatásmódszertani felkészítés keretében, valamint évente, mint közösségi és szakmai program, tanulmányi utakat szervezünk. Volt már, hogy Londonban volt a szakkollégium, de Erdélyben is voltunk többször, idén pedig Bécsbe szeretnénk elmenni. Egyértelműen az, hogy az Osztrakon szakkollégiumnak a tagja lehetek. Egy széles kapcsolati rendszert tudtam kialakítani az egyetemen, oktatókkal és egyetemi dolgozókkal is, valamint életre szóló barátságokat kötöttem. A hobbim a vívás, 12 éve vívok, kisebb-nagyobb szünetekkel. Jelenleg csak hobbi szinten vívok, viszont évente az egyetemi csapattal részt veszünk a MEFOB-on. A párbajtőr csapatnak vagyok az egyik oszlopos tagja. Jelentkezzetek az NKR-re, mert itt 21. századi ismereteket sajátíthattok el 21. századi környezetben.